Mikor már elegünk van a kosztümös igazságosztó férfiak világából, lehetőségünk akad szemrevaló hölgyemények csatáit is figyelemmel kísérni a gonoszakkal való harcban, azonban ez nem mindig volt így. A mai videóban az első komoly szuperhős nővel fogunk foglalkozni, akinek a felbukkanása Amerikában mind a mai napig a képregényipar egy olyan jelképe, mely a női emancipáció, az elfogadás és a női egyenjogúság a feminizmus mintaképe lett. Ő Wonder Woman, a csodanő. A karaktert William Moulton Marston találta ki, aki az 1940-es években egy igencsak neves pszichológus volt az Amerikai Egyesült Államokban, akinek mellesleg köszönhető a hazugságvizsgáló gép létrejötte is. Marston a Family Circle nevű női magazinnak írt többször is cikket, az egyiket Don't Laugh at the Comics, vagyis Ne nevess a képregényeken címmel publikálta, melyben részletesen kifejtette meglátásait az új irodalmi műfaj kibontakozásáról, illetve annak lehetőségeiről. A pszichológus lehetőséget kapott, hogy az All Nation Publication-ön keresztül egyfajta pszichológiai tanácsadója legyen a képregényfüzetek kiadói számára, így esett meg például, hogy a National Publications neve alatt futó első Batman és Superman kalandokban megtiltották, hogy a két szuperhős bárkit is megöljön. A kiadón keresztül Marston lehetőséget látott, elhatározta, hogy kitalál egy szuperhőst, amivel terjesztheti a tudományos megállapítására vonatkozó propagandáit. Egyes pletykák szerint Marston felesége volt, aki azt mondta, hogy női karakter legyen ez a figura, bár ezt a pszichológus tagadta, hogy így lett volna. Mikor előjött ez az ötlet, Marston egy olyan hősnőt akart, aki nem marad alul a férfiakkal szemben, bár ebben az időszakban a kitalált női karakterek nem voltak túl népszerűek. Nem sokkal később meg is született az első koncepció. A figurát Supremának nevezte, és a görög, illetve a római mitológiára építette fel a figura történetét, és egy legendás mitológiai női csoportosulásról, az amazonokról mintázta, hogy a pszichológiai elméleteit igazolva egy végtelenül domináns, erős jellemmel, ugyanakkor gyengéd, anyai gondoskodással felruházott karaktert vessen papírra. A figurához külön rajzolót is fizetett, majd végül megszületett a ma is jól ismert hős, Wonder Woman. Először 1941-ben jelent meg az All-Star Comics 8. számában. A vicces az egészben az volt, hogy a borító egyáltalán nem utalt arra, hogy új szereplő fog felbukkanni, a füzetben csak az utolsó 9 oldalon volt az első nagy kalandja, mely független volt a füzet első felében látott történettől. William Moulton Marstont a füzeten kérése szerint Charles Moulton álnév alatt tüntették fel rajt, mint írót. Wonder Woman további történetei erősen feminista érdekeket képviseltek, ráadásul meglehetősen hazafi viselkedést tanúsított a karakter minden helyzetben. Az eszközei közé tartozott egy golyóálló karperec, egy lasszó, amivel az áldozatot igazmondásra lehet kényszeríteni, és maga az öltözék is egytől egyig ezeknek az ideáknak egyfajta szimbóluma. Egyébként az első megjelenése a figurának egybeesett a Pearl Harbori japán támadással, így Wonder Woman rövidesen a II. Világháborús propaganda egyik főszereplője lett. Túlságosan sok háborús sztorit nem kapott, azonban német és japán főgonoszokat annál inkább. Marston egyre több kritikát kapott a nő alakot illetően, hogy egy női szereplő olyan helyzetekbe kerül, aminek sokkal inkább egy férfinak kéne, ráadásul túl sokszor helyezik el Wonder Woman-t kiszolgáltatott helyzetbe. Utóbbi hangoztatásával meg is gyanúsították a pszichológust, hogy szexuális vágyakat fogalmaz meg a füzetekben és nem pszichológiai elméleteknek ad igazat bennük. A háború után a karakter egyre népszerűtlenebb lett, és a 80-as évekig csak két havi számban jelent meg. A hősnő alakját az 1985-ös Végtelen világok krízise nevű esemény után frissítették fel és hozták el a történeteit, egy kicsit modernebb köntösbe bújtatva, mint meg annyi más szuperhősét a DC Comics-nál. Wonder Woman eredeti neve Diana volt. Egy elhagyatott ókori görög kis sziget városállamának, Temiszkura királynőjének, Hippolyténak a lánya volt. A szigetet csak halhatatlan harcos nők, amazonok lakták, így az a 3000 év, amióta ezek a nők ott éltek, nem született gyermek. Így meglepő volt mindenki számára, hogy Diana az első amazon, akit nem teremtettek, hanem a szigeten született. Ezek a mitológiai halhatatlan hölgyek nagyjából a Krisztus előtti 1200-as években lettek teremtve a görög mitológiai istenségek által. Az amazonok testébe olyan nők lelkei kerültek, akiket az idők során férfiak gyilkoltak meg és itt reinkarnálódhattak amazonokként. Azonban egy lélek nem öltött testet a szigeten, ez lehetett Diana lelke. Feltételezhetően ez a lélek volt az első férfi által meggyilkolt nő, meg nem született kislányának manifestációja, így esetett meg az, hogy az első meggyilkolt nő reinkarnációja, Hippolyté királynő megszülhette Diánát.
Azért, hogy nevessék meg a nőtársai a gyermeket, olyan legendákat szőttek Diana köré, mely szerint a kislány vérszerinti apja Zeus volt. A görög Pantheon hat oszlopos istensége pedig az újszülöttet különböző ajándékkal ruházta fel, így a csecsemő hatalmas fizikai erőt, bölcsességet, fáradhatatlanságot, vadászösztönt és az állatok nyelvén történő beszélés jártasságát, szépséget és szerető szívet, testvéri szeretetet, illetve a repülés erejét kapta meg. Diana rengeteg amazonnal körülvéve nőtt fel, és a sziget Themyscira vezetősége megállapította, hogy az amazonoknak sosem szabad kimenniük még az istenek parancsára sem a férfiak világába, ezért ellenszegültek az olimposzi isteneknek. Egy nap egy férfi érkezett a szigetre, akit Steve Trevornak hívtak, akiről kiderült, hogy nagyon sok köze van Dianához. Kiderült, hogy Diana lelke egy elhunyt repülőpilótáé, akit Diana Rockwellnek hívtak, és Steve Trevor édesanyja volt, aki szintén annó Themyscira-nál kötött ki, de meghalt egy mitológiai lények elleni harcban. Diana ellenszegült édesanyjának, egy titokzatos valaki megszerezte neki az amazonok egy különleges satöltözékét, részt vett egy bajnokságon, amin ő nyert, így lehetőséget kapott, hogy elhagyja a szigetet. A lány a személyazonosságát nem tartotta titokban a halandók világában, ráadásul nem tudott egyetlen halandó nyelven sem beszélni, csak Themyscira-ul, ami az ógörög és a török nyelv keveréke volt, külső megjelenésre ártatlannak és védtelennek tűnt, könnyen mások bizalmába tudott férkőzni. Mikor Amerikába került, akkor tanult meg angolul és gyakran harcolt háború. A halál, az igazságtalanság és a női elnyomás ellen, még az Olimposz istenei ellen is. Mielőtt útnak indult a külvilágban, megkapta a Héfaisztosztól az igazság, vagy igazmondás lasszóját és Hermész szandáját, amivel képes lett egyik pillanatról a másikra bárhova elutazni. Diana célja megtalálni Árészt a halandók világában, mielőtt elpusztítaná azt. Első útja Bostonba vezetett, ahol megismerte Dr. Julia Capatelliszt és a lányát Vanessát, illetve egy amerikai repülőpilótát, Steve Trevort és társát Eta Candyt. Pár hónapnyi ottmaradása során tanult meg angolul, majd amikor a várost egy kisebb sereg megtámadta, amit Árész a háború istene irányított, mindenki előtt felvette a harcot az ellenséggel és egymaga megfutamította őket. Innentől a közbeszéd Wonder Woman-nek nevezte őt, vagyis csodanőnek. A sérüléseit egy ideig Poseidonnal ápolta. Erre az időszakra a hősnőnk legalább annyira népszerű lett, mint az újonnan megalakult Tini Titánok, a későbbiekben hivatalosan is csatlakozott az igazságligához Donna Troy-jal, az első Wonder Girl-lel. A későbbiekben rengeteg próbát kellett kiállni az olimposzi istenekkel és csatlósaikkal szemben, köztük az egyik legveszélyesebb boszorkánnyal, Circével is szembe kellett néznie. Mikor Darkseid-dal is szembeszállt, olyan magatartást tanúsított, amiért a görög istenek felelősségre akarták vonni Dianát. Ebben az időszakban kezdett el vonzalmat érezni Superman iránt, azonban csak barátok maradtak, de Wonder Woman lett az első olyan szereplő, aki szuperhősként megtudhatta Kal-El titkos személyazonosságát. Mikor Wonder Woman visszatért Bostonba, megtudta, hogy a helyi híresség Mindy Meyert valaki meggyilkolta. Diana rátalált a gyilkosra, aki a menekülés közepette hozzáért egy magas feszültségű kábelhez és belehalt az áramütésbe. Csak a későbbiekben derült ki, hogy az elkövető valójában nem ölte meg a nőt, hanem még a lelövése előtt a híresség bedrogozta magát és a túladagolásban halt meg. Wonder Woman nem tudta hova tenni az egész szituációt, dühös volt, amiért egy drogfüggő saját és a rossz akaróinak butasága miatt le volt foglalva ahelyett, hogy mások megmentésével foglalkozzon. Dianát visszahívták Themyscirára, majd az istenek elhatározták, hogy többé egy amazon sem mehet ki a halandók világába, azonban Wonder Woman szavazást kezdeményezett, hogy az amazonok számára nyitva álljon-e a kapu, illetve engedjenek-e be idegeneket a szigetükre. Az amazonok igennel szavaztak, így Wonder Woman visszatérhetett Bostonba. A városban Hermész bukkant fel, aki több másik isten átvert, hogy a halandók világára ráeresszenek további mitológiai lényeket, Phobos a félelem istenével karöltve. Az invázió eseménysorozat alatt Diana hercegnő kivette a részét a világ megmaradt hőseivel, hogy legyőzzék az űrbéli dominátorokat. A későbbiekben a hősnő egy korábbi ellenfele, a Gepard ellopta a mágikus lasszót tőle, majd Egyiptomba ment, ahol Wonder Woman találkozott az amazonok egy rég elveszett csoportjával. A vezetőjük, Anahit királynő bebörtönözte őt, azonban kiszabadult és időben megakadályozta, hogy ezek a lázadó amazonok meghódítsanak egy szomszédos egyiptomi falut, majd felvette a harcot Gepárddal is. Miután visszaszerezte a lasszóját, visszatért Themyscirára, majd elhatározták, hogy az amazonok városállamocskája nyitottabb lesz a külvilágra, ezért világi, vallási vezetők delegációját fogadták a szigetre, akik megismerhették az itt élőket és diplomáciai kapcsolatokat alakíthassanak ki egymással. Természetesen a Vatikán volt az egyedüli, amelyik nem reagált az
az amazonok megjelenésére. A halandó képviselők fogadtatását Árész lánya Iris próbálta szétrombolni, azonban az amazonok időben kimenekítettek mindenkit. A későbbiekben Hippolyté királynő beleegyezett, hogy az amazonok levegyék békjóikat és akár új életet kezdhessenek a halandók világában, utazhassanak, tanuljanak. Bostonban egy új szupergonosz Dr. Psycho elérte, hogy Wonder Woman-t és az amazonjait rossz fényben tüntessék fel a sajtóban. Psycho képes illúziókat létrehozni, így megtéveszteni mások látását, gondolkodását. Így Wonder Woman és Hermes Bostonban szétütötték egymást, Diana a halandó barátnőjének Vanessának az elméjét Psycho megkínoszta, és egy Gotham-i hotelben egy csapat amazont maszkos bérgyilkosok támadtak meg, akik meggyilkolták az ott tartózkodó rendőröket. Wonder Woman miután elfogta Psychót, a rendőrség gyilkosság vágyával le akarta tartóztatni a hősnőt, azonban mire felmutatta volna az illúzionista tettest, a gonosztevő elmenekült. A hírekből derült ki, hogy a megtámadott amazonok a Gotham-i hotelben valójában szintén illúzió áldozatai lettek, akik rendőröket és civileket mészároltak le. Wonder Woman hagyta, hogy őrizetbe vegyék, majd megkérték, hogy tekintsen meg egy azonosítatlan amazon holttestét, akin karmolás nyomokat találtak. Diana-nak egyből gepárd jön csak szóba, mint elkövető, ráadásul kiderült, hogy Hippolyté királynő eltűnt. Gordon felügyelő elrendelte az összes gyanúsított amazon letartóztatását, azonban Wonder Woman mérgében kiszabadította az összes amazont, és visszamentek a szigetükre. Az Éden sziget összes amazonja bosszúért kiáltott, úgy gondolták, hogy az eltűnt királynőt meggyilkolták. Ez idő alatt Diana hercegnőt megidézték az Olimposz hegyére, ahol a görög istenek saját bajnokukként állították ki őt a római istenek bajnokával, Marvel kapitánnyal szemben, de Wonder Woman győzött. Mint kiderült, Circe a boszorkány kavarta fel megint a port, és megkezdődött a római és a görög istenek közötti háborúskodás, az istenek háborúja. Wonder Woman győzelmét követően visszakerült Bostonba, míg az istenek megvívták a maguk háborúját. Diana megkezdte a nyomozást, az igazságja és több nyomozó segítségével rájött a dolgok nyitjára, és felvette a harcot Circe-vel, megtalálta az anyját is, azonban a csodanő számára nem volt már remény. Circe egy erős varázslattal Diana életfolyamatait megfordította, így a meg nem született állapotába fordította vissza a testét, így meghalt. A teste az Éden-sziget agyagjává változott vissza, ami az amazonok teremtés története szerint abból készült az amazonoknak a teste. Diana lelkét a szellem és a többi lélekgyűjtő találta meg és gyűjtötte be. Superman vezette az olimposzi csatába a maradék szuperhősöket, majd mikor már minden remény szertefosztott, Wonder Woman újra az élők sorába került egy megmagyarázhatatlan mágikus baklövésnek köszönhetően, így Circe-t könnyedén a padlóra küldte és véget ért az istenek háborúja. A későbbi évben Diana hercegnő Proteus isten segítségével kitalált magának egy titkos személyazonosságot, így feltűnés nélkül közlekedhetett a halandók között Diana Prince néven. Superman halála után Wonder Woman vette át ideiglenesen az amerikai igazságligájának vezetését. Mikor vissza akart térni Temiskurára, azt vette észre, hogy az egész Éden-sziget, ahol a városállamocska van, eltűnt. Mivel nem tudta kideríteni, mi történt, így Bostonban kénytelen volt ideiglenesen munkát keresni, azonban senki sem akarta, hogy Wonder Woman neki dolgozzon, sokan tartottak tőle. Végül egy gyors étteremben kapott állást, a Taco Bell-nél, ahol hosszú katinkát imitáló külsőben osztogatta a sült krumplit. Dr. Sors kiderítette, hogy a szigetet egy mágikus robbanás semmisítette meg minden lakójával együtt. Az egyetlen gyanúsított Circe volt, akinek a rejtek helyét fellelve csak a maradványait találták meg, ugyanis őt is a robbanással egy időben semmisítették meg ugyanazzal a varázslattal. Diana kezdte gyanítani, hogy a modern technológiának köze lesz ez az ügyhöz, és amikor épp a barátnőivel Etával vásárolgattak, Wally West a Flash figyelmeztette őket, hogy veszély fenyegeti a csodanőt, felbéreltek egy bérgyilkost, aki meg akarja őt ölni. A bérgyilkos pont ebben a pillanatban bukkant fel, azonban sikeresen lefegyverezték őt, azonban a cellájában később holton találták. Kiderült, hogy egy Aris Buchanan nevű iparmágnás bérelte fel, aki volt akkor a legfejlettebb technológiával foglalkozó vállalat. A harc során rájuk robbant az épület, ami attól a gépezettől történt, amivel a korábbi robbanások is okozva lettek állítólag. Árésznak nyoma veszett, akiről kiderült persze, hogy ő nem más, mint Árész, a görög mitológia istenség, minő meglepő, és ez a halandó teste meghalt. A későbbiekben Diana a hercegnőt rémálmok gyötörték Temiskira pusztulásáról, a tombolása miatt pedig majdnem lecsukadták. Mikor elment Dr. Sorshoz, akkor ébredt rá, hogy lehetséges nem pusztult el a sziget, hanem az egész csak egy illúzió, így derült ki, hogy Circe valójában Dr. Sors alakjában idézett elő egy komplex illúziót az amazonok pusztulásáról, akik egy illúzió börtönben küzdenek az életükért. Mennyi illúzió? A boszorkány egy feltételt szabott ki, amiért cserébe szabadon engedi az egész szigetet az összes lakójával, Wonder Womannek meg kell ölnie egy ártatlan embert.
ahogy az Amazon az illúzióival küszkörött, nem tudott megmenteni egy Cynthia nevű fiatal lányt, akit halálra gázolt egy autó, itt Temiskura újra a régi helyén állt az összes lakójával. Hippolyté a válságos időszakok után bejelentette, hogy az Amazonok egy új bajnokot választanak maguknak, aki egy Artemis nevű Amazon lett. A bajnoki címért Diana és Artemis próbát álltak ki, harcoltak is egymással, hogy eldőljön, ki legyen az új Wonder Woman, azonban Artemis került ki győztesen és ő lett az új csodanő. A szuperhősök egyáltalán nem tudták elfogadni az új jótevő Amazont, csak Diana mellett voltak hajlandóak kiállni. A későbbiekben kiderült, hogy Hippolyté azért választotta meg Artemist, mert volt egy látomása, amiben Wonder Woman meghal a jövőben és féltette őt. Diana visszakapta a felszerelését és tovább tevékenykedhetett, majd megakadályozta, hogy Darkseid meghódítsa Temiskurát. A csata alatt Diana anyja letette a koronát és elhagyta a szigetet, így őneki kínálták fel a királynő szerepét, de elutasította és visszatért Gateway városába, ahol egy múzeumban vállalt munkát. Ebben az időben bukkant fel egy lány, Cassandra Sansmark, aki Wonder Girlnek nevezte magát. Ebben a pár hónapban, míg zajlottak az események, Hippolyté a halandók világába került és kórházban kötött ki, ahol a teste szép lassan kővé kezdett változni. Diana már a teljesen kővé vált anyjára talált rá, és Temiskura összes lakosát is kővé válva találta meg. A baj okozója a Héraklész, vagyis Herkules volt, ugyanis kiderült, hogy az összes görög istenség elhagyta a földet, ezért változott át minden Amazon kővé, csak Herkules maradt itt, aki félig halandó. Miután az istenek visszatértek és mindenkit visszaváltoztattak, Zeus teljesítette Cassie Sansmark kívánságát, és felruházta őt Wonder Woman minden képességével, így lett ő most már hivatalosan is Wonder Girl. Diana Neronnal való harca során súlyosan megsérült, egy lépésre volt a haláltól. Az első Wonder Girl Donna Troy látogatta meg, aki a harcok közben egy autókarambolban vesztette el éppen a kisfiát és a férjét. Többen is megpróbálták meggyógyítani, de végül ez megint a halálát okozta, majd a görög istenek támasztották őt fel és a soraiba emelték őt, mint az igazság istennőjét. Wonder Woman szerepét Hippolyté királynő vette át ekkor. Mikor Donna Troyt meggyilkolták, Diana feláldozta az isteni szerepét, hogy feltámasszák őt, így rövidesen Wonder Womanként térhetett vissza a halandók világába. A végtelen válság során felvette a harcot az agykontroll alatt tartott Supermannel, akit Maxwell Lord, az igazságliga pénzügyi támogatója irányított. Kal-El azt hitte, hogy végítélettel harcol, azonban Wonder Woman pofoszta és egy nagyon véres verekedésbe torkolott az egész. Diana elkapta Maxwellt, akire rátette az igazság lasszót és megkérdezte, hogy tudja levenni az irányítást Supermanről. Maxwell azt válaszolta, hogy ahhoz meg kell ölni őt. Wonder Woman szó nélkül kitörte a férfi nyakát több kamera előtt is, így az egész világ látta a gyilkosságot. Ennek hatására Batman, Superman és Wonder Woman kapcsolata megromlott egymással, kerülték egymást, ráadásul a ligát sem vezették, amikor szükség lett volna rájuk. A gyilkosság felvételeit a Testvérszem nevű szatellit juttatta el a világ minden részére, és aktiválta az OMEG projektet, így rengeteg android szabadult a Föld minden szegletére. Temiskurát is hatalmas invázió lepte el. Pallas Athéné segítségét kérve sikerül az Éden-szigetet egy másik dimenzióba teleportálni, azonban az OMEG androidok épp jöttek volna velük az átjárón, Wonder Woman nem tartott az Amazonokkal és egymaga tűnt el az egész android hadsereggel a nyomában. A válság után egy évig Donna Troy viselte Wonder Woman jelmezét, mindenki azt gondolta, hogy meghalt. Diana újra felbukkant a halandók világában, ezúttal a titkos személyazonosságával, Diana Prince-ként sikerült elhelyezkednie Batman segítségével a Metahumán ügyekért felelős osztálynál, majd a Liga újra alakulását is erősen sürgette. Természetesen ekkor még nem rendelkezett újra az erejével. Egy összeesküvésnek köszönhetően újra bebörtönözték őt, Circe pedig feltámasztotta az eddig halottnak itt Hippolyté királynőt, akit manipulálva rávet, hogy az Amazonokkal támadják meg az Amerikai Egyesült Államokat. A csatában különböző hadseregek vettek részt, köztük gorillák, nácik, amazonok, zöldlámpások és így tovább. Mikor a háború a tetőfogára hágott, Darkseid átvette az irányítást a föld felett, Wonder Woman-t agymosott szolgájává tette, végül Superman fékezte meg a világhódítót. A legsötétebb éjszakán, mikor Batman holtteste kiemelkedett a földbe és fekete gyűrűket szórt szét a hősök között, Wonder Womanből is fekete lámpás lett. Azonban mikor az összes lámpás alakulat 24 órára ideiglenesen felvett rengeteg hőst és gonosztevőt, hogy legyőzzék a fekete lámpásokat és Necront, Wonder Woman egy csillagzafír gyűrűt kapott, és mint csillagzafír lámpás harcolt a jó érdekében. Az eseményt követően előről kezdték Wonder Woman füzeteinek számozását, így egy kissé változtattak is a hősnő történetén, kiegészítgették, bár túl nagy sikereket nem értek el, csak még egy jelentéktelen háborús eseményt kapott a legfényesebb nappal után is. A harcok és a mágikus összeütközések után Wonder Woman külsője megváltozott és édesanyjának, Hippolytének is megjegyezte, hogy valami a világokban megváltozott. Innentől pedig Diana Temiskurában maradt.
Több infóval nem tudunk szolgálni, ugyanis innentől az új 52-es események veszik kezdetüket, ez a történet majd a DC Rebirth sorozatban folytatódik.